Éppen, akkor itt elmegyek, én jövök. Láttok valamit? Igen, egy megosztott Word doksi van. Igen, persze, azaz, igen. Az oda, ugye, Anikó bevezetőjeben hangzott ugye el, hogy hát most először bizonyos értelemben ugye három ciklusnak a történetéről van szó, vagy lehet legalábbis három ciklus történetéről beszélni. Na most azt gondolom, hogy ez a speciális helyzet, hogy három ciklusról kell beszélni, vagy három ciklusról is lehet beszélni. Ez egy olyan általános kérdést is felvet, hogy itt lehet egy valódi történeti összehasonlítást csinálni a időszak eleje és vége között. Azon egyszerű oknál fogva, hogy most, hogy hogy a három ciklus az ugye annak a minimuma, hogy mint bármelyik iskola típusnál hosszabb legyen a politikai ciklus. Tehát akik ugye most tavasszal fejezték be az általános iskolát, azok ugye már az Orbán rendszerben kezdtek el iskolába járni. Ugye ennél hosszabb ciklusú képzés pedig nincsen. Tehát valószínűleg ez most lépett át azon a szinten, és ilyen értelemben hogy mondjam, a mérleg szám számára egy új problémát okoz, vagy új kihívást okoz, hogy a történeti összehasonlítás műfaját önállóan is elemezni kell. A másik ügy, hogy a nemzetközi összehasonlítás műfaját is jobban kellene használnunk, mint eddig, vagy legalább annyira, mint eddig. Tudnélik, ez az európai expanzió, ez ebben a, mármint az oktatás ügy európaiságának az expanziója, az sokkal nagyobb jelentőségűvé vált az elmúlt 11-12 évben, mint korábban. Egyszerűen olyan konkrét okoknál fogva, hogy hát ugye összehasonlítatlanul több magyar dolgozik külföldön, ugye sokkal több vállalat van nálunk, akik ugye munkaerő piacként viselkednek. Tehát mindenféle értelemben ennek a bizonyos nemzetköziségnek, az oktatásügy nemzetköziségének a tétje megnőtt. Tehát azt a szimbolikus vitát, amit hát a IEA, PISA, UNESCO, stb. Korábban folytattunk, és ami az ilyen értelemben egy ilyen egészen konkrét ügyé vált. Na most itt a komparativitásnak és a történetiségnek módszertani értelemben azt gondolom, hogy három, vagy tematikus értelemben három lába van. Az egyik az oktatás politikának az összehasonlíthatósága, történetileg és nemzetközileg. A másik a társadalmi-gazdasági folyamatoknak valami fajta összehasonlíthatósága. Ez magyarán hát mondjuk így, hogy a statisztikai szint, vagy azok az objektivációk, amik statisztikai szinten lehetségesek. És a harmadik, hát ez a narratívák, hitköznapiság, élettörténetek, életérzés és hasonló szinteknek a kutathatósága, mintha ez a három dolog lenne a dolog. Most nézzük először ugye a politikát, az oktatáspolitikát. Amikor ugye a komparatív oktatás kutatás, vagy az oktatáspolitika komparatisztikája létrejött, ez ugye ez a Hans nevű fickóhoz kötődik, aki
Education évkönyvet először a 30-as években megcsinálta, akkor volt ugye egy ilyen sajátos tudásszociológiai érdekeltsége a comparative education-nel foglalkozóknak. Tudnék, az volt a speciális érdekeltség, hogy össze kell hasonlítani tűzzel, vassal náci, fasiszta, kommunista, autokratikus és demokratikus rendszereket, mert ugye ezek mind voltak Európában, ennélkül ugye nem lehetett meg Amerikában, ennélkül ugye nem lehetett komparatisztikát csinálni. Na most ráadásul ezt a történeti részt pedig egy fikció uralta, már mint az oktatás történeti vizsgálatokat egy fikció uralta, abban az értelemben, hogy a vizsgálatok nagy része olyan országok oktatás történetéről szólt, amelyek egyszerűen nem léteztek. Ugye, hát teljesen nyilvánvalóan nincsen Németország nevű ország történelmileg, nincsen Olaszország nevű ország történetileg, nincsen Románia nevű, és így tovább, és így tovább. Tehát néhány létező országnak, tehát a francia és a brit logika alapján kialakul az oktatás történet, mint elemzési mód, és utána ezt nem létező országoknak a történetével kapcsolatban alkalmazzák. Na most a... És ráadásul ugye itt a, ezek ilyen erősen, ugye a két háború között ilyen erősen demokrácia csökkent, és hát alapvetően, hogy mondjam, így értelmiségi oldalról nézve, ilyen vert helyzetben történtek ezek a kutatások, ahol a történeti folytonosságnak a fő, hogy mondjam, ideológiája, vagy a fő oka ez a régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban típusú gondolkozás volt. Na most a megoldás az az lett erre a helyzetre, ennek akár a komparatív, akár a történeti kutatásoknak a fő megoldása az az volt, hogy részben iskola struktúrákat hasonlítottak össze, mondván, hogy struktúrák azok, hála Istennek, azért mindig vannak, részben pedig törvényeket hasonlítottak össze. Na most, emiatt viszont az egész nem lett dinamikus, mert a magyarán nem a tényleges folyamatokat hasonlított össze, hanem ilyen bemerevített pillanatokat, tehát, és ennek következtében az egész egyfajta nagy szisztematikus öncsaláshoz vezetett mind a két tudományág. Egyrészt ugye azt a problémát nem tudta kezelni, hogy az iskolatípusok szisztematikusak mást jelentettek a különböző országokban, ugyanolyan nevű iskola típusok. Másrészt pedig ugye az, hogy a törvényeknek, az oktatásügyi törvényeknek ugye van egy nyilvánvaló kettős ellentmondása. Az egyik az az, hogy a törvények azok látszólag ugyanolyanok akkor, hogyha egy nem tudom én, demokratikus országban alkotják őket, meg ha nem demokratikus országban alkotják, ugyanolyan paragrafusokból állnak, stb. Stb. De nyilván attól még teljesen más a, hogy mondjam, a törvény dolognak a jelentése. Ez az egyik ellentmondás, amit csak valami fajta ilyen dinamikus elemzéssel lehetne ellensúlyozni. Másrészt pedig van az az ellentmondás, hogy ugye a törvényeket rendkívül különböző mértékben hajtják, illetve nem hajtják végre az egyes országokban és az egyes időszakokban. Sőt, hát tudjuk, nagyon hosszú ideig akár törvények nélkül elműködik egész, hogy mondjam, egész korszakoknak az oktatási rendszere. Na most ez a történet bizonyos értelemben a 60-as, 70-es években folytatódott, mert akkor ugyan már kevesebb féle nem demokratikus rendszer volt, ami a komparatív meg a történeti vizsgálatokat megterhelte világszerte, meg Magyarországon is, de újabb örömök következtek be. Egyrészt az, hogy ugye kialakult ez a szocialista demokrácia nevű intézményrendszer, amelyik ugye formálisan úgy csinált mindenben, mintha törvények lennének, parlament lenne, és így tovább, és így tovább.
másrészt pedig fölbukkantak a ilyen harmadik világbeli helyek, amelyek úgy csináltak, mintha országok lennének, ahol kormányok működnek, ahol törvények működnek, stb. Stb. És hát ugye enyhülés uralkodó szellemében ezt a, hogy mondja, mindenki által tudott tényt, tehát, hogy nyilvánvalóan Burkina Faso-ban nem azt jelentik a dolgok, meg Bukarestben nem ugyanazt jelentik, mint Párizsban. Erről gondosan hallgatott minden kutató, ez nagyjából ellenőrizhető is. Na most itt a mai világban mindezek a problémák már kevésbé vannak, de viszont van ez a kitűnő hagyomány, hogy így kell művelni komparatív, illetve történeti kutatásokat. De most ezzel szemben ugye van egy megoldási javaslatunk, hogy ne lenne, mindig van. A megoldás az az lenne ebben a politika-történeti dologban, hogy a dinamikát kellene megragadni az oktatáspolitika-történetben, a véleményeltéréseknek a rendszerét, aminek ugye alapvetően két forrása van. Az egyik az, hogy mindenütt a sajtószabadság hiánya ellenére, mármint annak a fajta sajtószabadságnak hiánya, ami mit tudom, Magyarországon van, vagy nem tudom én, Egyiptomban, típusú sajtószabadság hiány ellenére valamiféle sajtónyilvánosság valamennyire mindenütt van. Tehát a sajtószabadság hiánya inkább abban nyilvánul meg, hogy nem nagyon terjednek el, vagy nem nagyon tudnak terjedni a sajtótermékek, de ez ugye minket, mint kutatókat kevésbé zavar, mert akármilyen kis példányban, de ugye ezek a dolgok léteznek. Na most ráadásul van egy olyan törvényszerűség, hogy amilyen vonatkozásban egyáltalán nincsen vita egy országban, ez ugye a szocialista országban volt megfigyelhető, arra automatikusan rámozdul az emigráció. Tehát ha megnézzük azt, hogy az emigrációnak a társadalomtudományi tevékenysége mire terjed ki, akkor ez nagyjából a pontos tükörképe annak, ami a magyar dolgok. Tehát lényegében ugye a szovjet-magyar kapcsolatokra, zsidó kérdésre, 56-ra, tehát alapvetően azokra koncentrálódott az emigrációs nyilvánossága. Tehát ilyen értelemben ugye az emigrációnak és a hazai nyilvánosságnak van fajta egyidejű kutatás, az egy ilyen folyamatos politikai kutatás lehet. Na most, ami még fontosabb, az az, hogy a illiberal democracy folyamatos működése ellenére, vagy dominanciája ellenére a parlamenti jegyzőkönyvek, azok tökéletesen képesek a vélemény pluralizmust tükrözni. Nem az erőviszonyokat tükrözik, de a vélemények pluralitását tükrözik. Ugye, mert az erőviszonyokat azért nem tudják tökéletesen tükrözni a parlamenti jegyzőkönyvek, mert ugye a házszabályok, illetve a különböző választási rendszerek eltérő volt, amiatt különböző mértékben tükrözi a parlament a politikai nyilvánosságot, de hát, hogy mondjam, rövid és kellemetlen időszakokat leszámítva olyan nem nagyon van, hogy egyáltalán ne tükrözne valós politikai erőket kevés képviselővel se egy országnak a parlamentje, ahol egyáltalán van parlamentáris többpártrendszer. Na most az Európai Parlamentnek a léte az Európa vonatkozásában tovább javította ezt a összehasonlíthatóságot. Tudnélik, ugye erre a legjobb példa az, hogyha összehasonlítjuk az Európai Parlament brit frakciójának, már brit részlegének, már Brexit előtti természetesen brit részlegének a hozzászólásait, meg a londoni parlamentnek a jegyzőkönyvét. Ég és föld ugye a kettő, hiszen az Európai Parlament, mint tisztán listás rendszer,
képes arra, hogy egy egészen másfajta plurális teret teremtsen. De hát itt vannak még egyéb érdekes elemek is, mondjuk a magyar Momentumnak a tündöklése ugye az európai parlamentben. Na most a statisztikára, mint hát a másik fő történetre áttérve, a másik fő lábára ennek az összehasonlító történeti dolognak átérve, ugye alapvetően ugye van az éves statisztika, ami azonban én alapvetően úgy kell értelmeznünk az éves statisztikát, hogy az alapvetően az oktatás politika eszköze, és ez még a demokratikus világban is, ami egész döbbenetes módon be is van valva, hiszen amikor azt mondják, hogy adatokkal kormányzás, az tulajdonképpen egy nyílt felszólítás arra, hogy az adatokat úgy kell manipulálni, hogy a politikai céljainknak megfelelő következtetéseket lehessen levonni. Ugyanakkor viszont ennek az éves statisztikai rendszernek van egy állandó politikai célja, mármint az azzal kapcsolatos politikai diskurzusoknak. Ugye egyrészt az igazgatás ellenzéki ellenőrzése, másrészt az igazgatás önvédelme a politikával szemben, illetve ágazatpolitikai küzdelmeket fejez ki, tehát ez a területi statisztika, foglalkozási statisztika kontra az oktatási statisztika világa. És itt van még az intézményes oktatás nagy rendszere, illetve a vizsgákról szóló nyilvántartások világa, ami ugye tulajdonképpen két nagy, hát ilyen oktatásügyi megközelítést tükröz le. Na most a népszámlálások ugye a másik fő ilyen nagy statisztikai forrásunk. Ugye a régi probléma a népszámlálásokkal kapcsolatban majdnem mindenütt a világon az az, hogy a népszámlálás az ban, hogy úgy mondjam, már összecsúszik az ok és a következmény. Tehát a jó helyeken több iskolázott ember él, hiszen oda költöznek azok az emberek, akik eredetileg rossz helyre születtek, oda költöznek, és akkor iskolázottabbak lesznek. Na most ugye ezt a problémát, ugye az, tehát magyarán még rosszabbnak tűnnek a népszámlálások alapján az amúgy is rossz helyek. Na most a régebbi népszámlálásoknál az a megoldás, hogy a mindenkori fiataloknak az iskolázottsági viszonyait kell használni, tehát mondjuk a 10 éveseknek, tehát aki alapvetően még azon a helyen születik, vagy azon a helyen él valószínűleg, ahol a iskolázása éppen zajlik. Az újabb népszámlálások vonatkozásában pedig ugye a születési hely, illetve jár-e iskolába és milyenbe, hova típusú kérdéseknek a gazdag elterjedése az európai meg egyébként, ami nagyon érdekes és nagyon pozitív, hogy egy csomó latin-amerikai ország népszámlálásában is ez elterjedt, tehát most már valódi nemzetközi, tehát úgy értem, hogy Európán kívüli összehasonlításokat is lehet csinálni. És hát utoljára még mondanám ezt a narratívák esti mese típusú megközelítésmódot. Ugye ez hagyományosan ugye úgy működött ezeknek a szövegeknek a felhasználása, hogy vagy illusztrációként, tehát valamilyen máshonnan megállapított oktatásügyi trendet valakinek, valamilyen neves pedagógusnak az érdekes mondataiból illusztrálta, vagy pedig van egy ilyen tekintélykölcsönzés, tehát hogy valaki valamilyen más alapon tekintélyes, mit tudom én, a Németh László az egy, nem tudom én, sokak szerint jó író, ergo biztos, amit a Medve utcai polgáriról ír, az is biztosan jó típusú, tehát egy ilyen tekintélykölcsönző megoldás. Na most egy kicsit modernebb társadalomtudományi megoldás az a szöveges adatbankoknak a tömeges használata, tehát hogy oktatással, tanítással, tanulással kapcsolatban milyen kontextusú mondatok fordulnak elő. Például mondjuk a Nyugatban erről olvastam egy elég jó talán szakdolgozatot. Illetve hát elméletileg a szintén ennek a narratívának
kollektív dolognak egyfajta dokumentációja az oktatás üggyel kapcsolatos szakcikkeknek a tömege, ahol hát ugye a tárgyszavak, hivatkozások, stb. Rendszerén keresztül valami fajta objektív megragadás lehetséges. Tehát ezt gondoltam igazából végig, hogy a mérleg szám kapcsán, vagy hogy most először nyílt arra ok és mód, hogy részben a történetiséget, részben a komparativitásnak a lehetőségeit átgondoljam. Köszönöm szépen a figyelmeteket, megpróbálom megszüntetni ezt a megosztást. Hogy kell ezt megszüntetni, tudja valaki? Nincs már itt senki? Nincs itt senki már. De itt vagyunk, csak éppen szerintem ugyanarra kell rákattintanod, ahol kell elkezdtél prezentálni. Igen? Hát nem. Jó, akkor meg is nyitnám a vitát, addig megpróbálok valamit csinálni ezzel a... Jó, akkor ez a teljes érdektelenségbe fúlt, akkor ha nincs senki, amíg 3-ig számolok, akkor akkor szünetre térünk át, és akkor hát kicsit hosszabb szünetet tartunk, mert hát ha van, aki kifejezetten a Pista előadására jön.